Jelentős döntés előtt állnak azok a körmendi szülők és pedagógusok, akik meghatározhatják, hogy a Kölcsey utcai általános iskola a jövőben egyházi fenntartásban működjön, vagy sem. A Szombathelyi Egyházmegye kezdeményezte az intézmény átvételét, és a hit, tudás, emberség hármas jelszó mentén akar új jövőt nyújtani az iskolának. A hivatalos szavazás előtt, december 7-e és 11-e között a Szombathelyi Egyházmegye külön is megkérdezi a szülőket és a pedagógusokat. Az egyháznak óriási gyakorlata van az iskolában, hiszen amit a létezik az egyház, azóta van egyházi iskola. Nem az ismeretlenbe ugrik bele az, aki igennel szavaz, hiszen az egyházmegyében is nagyon sok iskola közül van pár egyházi iskola, akik jól működnek. A mai iskolának az a baja, hogy nagyon sok iskola versenyistáló. És megfelelkeznek arról, hogy az iskola az pedagógia. Pedagógos, görögül jóra vezető. Vagyis nem csak a szellemet kellene pallérozni, hanem az embert látni abban a kis emberben is. Akinek van szelleme, van teste, de van lelke is. Az egyházi iskolában pont ez a jó, én szerintem, hogy az egész embert látja, azt a kis embert. Nem csak át akar adni valami tudást, hanem jó értelemben nevelő akar lenni, a jóra vezető, aki törődik a lélekkel, törődik a szellem mellett, a testtel, az egész emberrel. És a magam részéről, hogyha bármilyen lehetőségem lesz, akkor nagyon szeretném, hogyha az iskolába járó gyerekeknek nem csak annyi élménye lenne, hogy meg kell tanulni, hanem egy közösségi élmény, ahol maguk ki tudnák mondani, hogy jó ide járni, jó nekünk együvé tartozni, jó nekünk itt lenni. És nem szeretném, és az egyházi iskolában talán ez is jó, hogy ez a versenyistáló szellem nincs meg annyira. Mert olyan sokszor megnyomorodnak a gyerekek minden óriási tudás mellett is. Mi szeretnénk, hogyha nagyon egészséges, jókedvű, a jövőt bizalommal látó felnőttek lehetnének azok, akik ebből az iskolából kikerülnek. Bátorítunk mindenkit, hogy támogassa a Voksával a Szombathelyi Egyházmegyét. További információk az intézmény átvételével és a szavazással kapcsolatban az Egyházmegye honlapján érhetők el.